Köszöntöm nézőinket, Nagy Viktor vagyok. Önök a Telena magazint látják, és mutatom mindjárt, mit kínálunk a mai műsorban. Megrendezték a civil szervezetek éves találkozóját. Lezárult a Mosolyország Tolnán című projekt. Tavaszi térzene, a Lipói Nemzetiségi Fúvózenekar adott koncertet. Lassan minden összeáll a fúvósok valenciai fellépéséhez. Tolnán újra megrendezték a civil szervezetek éves találkozóját a Magházban. Appelszófer Ágnes polgármester és Baksainé Kenesei Éva, a Humán Bizottság elnöke köszöntőjét követően 16 helyi civil szervezet képviselője adott számot az elmúlt év eseményeiről, valamint ismertették az idei évre tervezett programjaikat. Az elmúlt évek nem tették lehetővé, hogy Tolna város önkormányzata megrendezze a már hagyománynak számító civil szervezetek éves találkozóját. Idén azonban az egyesületeknek már volt lehetőségük összeülni, és átbeszélték, megszervezték, beszámoltak az idei évre tervezett programjaikról. Ez egy nagyon örömteli esemény, és remélem, hogy minden terv meg is tud valósulni. Nagyon fontos partnerei az önkormányzatnak, és magának a kulturális központnak is a minden civil egyesület. Nyilván a civil egyesületekbe értem akár a sportegyesületeket, akár a művészeti együtteseket, akár a más bármilyen célból önszerveződő egyesületeket. Nagyon sokrétű az a tevékenység, amit a civilek végeznek. Ez a mai alkalom, ez arra ad lehetőséget, hogy azokat a programokat megvitassuk, vagy megvitassák, amelyek a nagy közönség előtt nyitva állnak. És itt most nem feltétlenül a foci meccsre gondolok, hanem leginkább kulturális eseményekről. Ugye azért vannak kórusok, van például a Keresztény Értelmiségi Szövetség, akik szoktak olyan programokat szervezni, ahova nem csak ők maguk látogathatnak el, hanem a város valamennyi lakója. Ezeket az időpontokat nagyjából akkor így belőjük, megnézzük, hogy mik azok, amik esetleg egy-egy városi rendezvényhez kapcsolódnak, hiszen számtalan olyan van, ami egyébként egy városi eseményre rászerveződik. Egy plusz programelemként én azt gondolom, hogy ez is színesíti a városi rendezvényeket. Úgyhogy én nagyon várakozással teli vagyok most, és remélem, hogy nem fogyott ki a lendület a civil egyesületekből és a vezetőkből, mert azért azt is tudjuk, hogy a civil egyesület akkor tud működni, ha van egy-két lelkes ember, aki magáénak érzi azt a tevékenységet, és özvetlenül, nyilván mindenféle ellenszolgáltatás nélkül csak a közjóért tesz, és nagyon köszönöm valamennyiünk nevében, hogy vannak ilyen lelkes emberek, és lehetővé teszik azt, hogy a város életét színesebbé tegyék. Rácz Tibor, a tolnai ifjúsági fúvószenekar tagja elmondta, hogy bár a pandémia megnehezítette az egyesület működését, ennek ellenére az akkor érvényes járványügyi szabályoknak megfelelően szerencsére meg tudták tartani a nagy rendezvényeiket. Nehézségek is voltak természetesen, mert hónapokon keresztül nem tudtunk próbálni a zenekarra. A városban egyébként, mivel ugye a rendezvényeket meg tudtuk tartani, ezért a lakosságot szerintem igen színvonalas módon tudtuk kikapcsolódásra bírni. Jó a kapcsolatunk a civil szervezetekkel, nyitottak vagyunk minden újabb együttműködésre, meg is szoktuk hívni az egyesületek képviselőit, vezetőit ezekre a rendezvényekre, bemutatkoznak ezen a rendezvényen, illetve próbáljuk összefogni itt ezáltal azt, hogy a szolgáltató, tolnai szolgáltatóktól próbáljuk igénybe venni a szolgáltatásaikat, termékeiket, stb. Ők is megjelennek ezen a bizonyos Brass Vegas fesztiválon, és az idei évben pedig hát a leges-leges legnagyobb tervünk az, hogy bekerültünk egy nagy nemzetközi versenyben Valenciában, ami július közepén lesz, és hát most erre készülünk ezerre. A Tolnai Városvédő Egyesület egy kis szervezet, amely igen hasznos feladatokat végez a településen. A célunk a helytörténet kutatása, emléktáblák elhelyezése olyan épületekre, amik fontos helyei voltak a Tolna történetének, és amit már elfeledtek. Idén is szeretnénk egy emléktáblát elhelyezni a harmadik Festetics kastélyra,
amiről kevesen tudják, hogy ez egy Festetics kastély volt, ráadásul azt meg még kevesebben tudják, hogy gróf Festetics Mária grófnő, Sziszi egykori legbizalmasabb udvarhölgyének a szülő háza volt ez. Ezt szeretnénk egy emléktáblán megörökíteni. Ezen kívül tervben van még többféle helytörténeti kiadvány kiadása. Van egy sorozatunk helytörténeti füzetek címmel, ebből már kettő megjelent. Most tervezünk még idén kettő vagy három példányt kiadni, és ráadásul ami nagy-nagy értemünk, hogy nem is a tagjaink, hanem külsősök ajánlják fel írásaikat, helytörténeti írásaikat, hogy adjuk ki, és a várost gazdagítsák ezzel. Szerencsére így is azért 280 csomagot tudtunk biztosítani az elmúlt évben is, úgyhogy azért úgy gondolom, hogy ez azért segítette nagyban a rászorulóknak a szépét tenni a karácsonyát, illetve a húsvétját. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy az önkormányzat is, nyilván vannak kötelező feladatai, amit ellát, de a város lelke, azok az itt élők, és külön hálásak vagyunk, hogyha ezek a lelkek ezek egy-egy személyben testet is öltenek, hiszen még egyszer mondom, akkor van ennek az egésznek értelme, hogyha tényleg vannak olyan lelkes, szorgalmas, önzetlen emberek, akik vezetik ezeket az egyesületeket, és én remélem, hogy még nagyon sokáig így lesz. A képviselőtestület egyébként a soron következő ülésén fog arról dönteni, hogy anyagilag hogy tudja támogatni ezeket az egyesületeket. Ebben az évben a közművelési pályázatokra 3 millió forintot írtunk ki, és remélem, hogy jövő hét végén már akár az értesítő leveleket is el tudjuk küldeni az érintett egyesületeknek. Lezárult a Mosolyország Tolnán című projekt, melyet a városban működő Vosinszky Mór óvoda valósított meg. A projekt célja az volt, hogy a gyermekek óvodai foglalkozásaihoz kapcsolódó kompetenciáikat fejlesszék, ismeret- és tudásgyarapításukat bővítsék. Ennek megvalósításához 5,2 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény. A helyi közösségi tevékenységek támogatása Tolnán című projektben vett részt a Vosinszky Mór óvoda. A megvalósult programok kulturális értékeket közvetítettek, valamint fejlesztették a gyermekek személyiségét, innovatív gondolkodásukat, empátiájukat, toleranciájukat. Továbbá a közösségépítés igen magas szintre valósult meg a pályázatnak köszönhetően, mondja Németné Szűcs Melitta, intézményvezető. 5,2 millió forintot nyertünk, a gyerekeknek tudtunk ebből 7 programot megvalósítani. Volt egy városi vonatozásunk, ami nagyon nagy élmény volt, nem csak a gyerekeknek, a dolgozóknak, sőt még a város lakosságának is, ahogy a kis vonattal körbejártuk a várost. Ez akkora nagy siker volt, hogy utána már egy más rendezvényekre is Tolna város meghívta ezt a kis vonatot. Aztán volt Óvi Mikulás rendezvényünk, aminek azért örültünk, mert így egy helyen lehettek volna a gyerekek, de sajnos a Covid miatt egy online kellett megtartsuk, de mégis a Tolnai Kulturális Központban az egyes óvoda gyermekei azért találkozhattak, így kicsit jobban megismerhették egymást. Aztán volt egy gyereknapunk, ahol szintén vonatozhattak a gyerekek, valamint mindegyik óvodába egy fagyis autó meglepte a gyerekeket, ahol jégkrémet kaptak, valamint ugrálóvár várta őket, és egész nap a mozgásukat fejlesztettük ezáltal. Továbbá mindegyik tagintézményben volt kézműves foglalkozás, amely többek között a gyerekek finom motorikáját fejlesztette. A közösségi érzés, ahogy ott együtt munkálkodtak, a kicsiket segítették a nagyok, és volt egy
egy táncos mulatságunk, a Kolompos zenekar tartotta számunkra. Ezt azért éltük meg nagyon jól mi is, illetve a gyerekek is, mert egy helyen volt az összes gyermek az öt telephelyről, és egy fergeteges jó napot tölthettek ott el együtt a zenekarral. Ugye a néphagyományok őrzése is nagyon fontos, és rengeteg népdallal, népi játékkal ismerkedhettek ott meg a gyerekek. És ami egy kuriózum volt, az pedig egy utazó planetáriumot hívtunk meg, ahova minden gyermek eljutott. Ugye vidéki gyerekekként ők nem nagyon jutnak el planetáriumba, mert csak Pesten van, és így ide varázsoltuk a számukra az égboltot, a bolygókat, a csillagokat, és a gyerekek nyelvén egy mesébe ágyazottan ismerkedhettek meg vele. Ez a felnőtteket ugyanúgy lenyűgözte, tehát egy nagyon-nagyon jó élmény volt számukra. Az óvodákban évről évre egyre több hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár, akiknek szülei ilyen programokon való részvételt nem tud biztosítani. Így számukra is nagyon jó programokat tudtunk megvalósítani, és nem kellett ezért a szülőknek külön fizetniük, úgyhogy mi nagyon örülünk ennek a pályázatnak. Sok munkánk van benne, de minden egyes program után úgy éreztük, hogy ez megérte, mert ennyi mosolygos gyermekarcot látni pedagógusként, ez egy igazán nagy öröm. Körülbelül most olyan 390 gyermek jár. Ez ugye változott, mert a Covid miatt sajnos kitolódott ez a projekt, és akkor így változott a gyerekek száma is, tehát végül is most több gyermek vett részt, mert volt, aki a tavalyi programokba vett részt, utána elballagott, így jöttek a kicsik, ők pedig ma az idén, vagyis hát utána vehettek részt ezekben a programokban, úgyhogy mi nagyon örülünk ennek. 2020-ban kezdtük, és akkor szerettük volna ugye befejezni, de pont akkor jött sajnos a vírus, és 21 decemberében volt az utolsó programunk. Még egyetlen egy programot emelnék ki, ami nem a gyerekeknek szólt, hanem a felnőtteknek, a pedagógusoknak, dajkáknak. Ez egy játékos matematikai tréning, az Így tedd rá néphagyományőrzésre épülve táncos, énekes, matematikai fejlesztést tanulhattak a pedagógusok, de ugye ez is a gyerekek ebből majd kamatoztatnak, mert ezeket a játékokat az évek folyamán viszont a gyerekekkel tudják majd játszani a pedagógusok. Most rövid reklám következik, majd a fúvó zene szerelmeseinek kínálunk kedvükre valót, hiszen a folytatásban szó esik majd a Mezsi térzene programról, és ellátogatunk a tolnai ifjúsági fúvózenekarhoz, akik gőzerővel készülnek a spanyolországi vendégszereplésükre. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5.
A hagyományosnak tekinthető tavaszi térzene fesztivál alkalmával a közel 40 éves lippói nemzetiségi fúvószenekar adott koncertet a Mözsi Művelődési Házban. A nemzetiségi muzsika mellett olyan klasszikus gyermekmesékből ismert dallamok is elhangzottak, mint például a Hupikék Törpikék, a Mézga Család, vagy éppen a Nagy Ho-ho-ho Horgász. A lippói nemzetiségi fúvószenekar lépett fel a tavaszi térzene elnevezésű programon a Mözsi Művelődési Házban. A hagyományoknak megfelelően idén is német nemzetiségi zenekar szerepelt, amely saját polka válogatásán kívül egyéb klasszikusokat is felvonultatott. Winkler András, a lippói nemzetiségi fúvószenekar karmestere elmesélte, mit érdemes tudni a zenekarról, milyen stílusú darabokat szoktak előadni, és hogy milyen művekkel készültek a térzene programra. Lipporról érkeztünk, a lippói nemzetiségi fúvószenekar vagyunk. Közel 40 éves a zenekar, melynek most már 15 éve lassan én vagyok a karmestere, és a nemzetiségi fúvószenétől kezdve elég széles a repertoárunk, az operettig, a filmzenékig, a könnyűzene és lágerekig igyekszünk minden jóval kiszolgálni a közönséget. A mai alkalom, mivel a helyi német önkormányzat hívott meg, a műsornak a nagy részét azt a nemzetiségi zene, vagy annak egy modernebb formáját teszi ki, de azért hoztunk egyéb ínyenségeket is. A híres Rock Me című szám, hoztunk szerb nemzetiségire hajazó zenét, tehát a Ciao Bellának egy ilyen balkáni feldolgozását, valamint a kedvenc polkáinkból egy válogatást is, amit a saját településünkre, tehát a Lipóról neveztünk el. Hozzátette, a koronavírus időszaka kihatással volt a fellépések és a próbák számára, de elmúltával töretlen lelkesedéssel folytatták a munkát, és gőzerővel készülnek az idei fellépésekre. Hát a fellépések számát azt lenullázta lényegében, mert ugye nem lehetett semmilyen rendezvényt szervezni, hosszú ideig próbálni sem lehetett, valamint vannak saját rendezvények, van egy fesztiválunk, amit le kellett mondani, illetve egy évvel elcsúsztatni, tehát nagyon nehéz időszak volt. Az újrakezdésből viszont igyekeztünk erőt meríteni, és büszkén mondhatom, hogy nem lett kevesebb a létszámunk, hanem bővülni is tudtunk most az utóbbi időszakban. Az idén ilyen ehhez hasonló koncertekből van már jó néhány. A saját településünkön utazunk is, valamint az évünk fénypontja az a 4. Lipói Fúvós Fesztivál lesz, és Schwab képű kézművesek napja, ahová egy hivatásos osztrák fúvós zenekart várunk. Fülöp Mónika, Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzatának elnöke elmondta, milyen hagyományőrző jelentése van a térzene programnak, és milyen fellépőket szoktak választani. Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzatának az idei első programja a Frühlingsmusik, vagyis a tavaszi térzene. Ez egy hagyományos programunk. Minden évben két térzenét tartunk, egyet tavasszal, egyet ősszel. Ennek a paraszti világba visszanyúló hagyománya van, ugye április 24-én volt a marhák kihajtása, ez volt az ám Auftrieb, és ősszel pedig szeptember 29-én Mihály napkor volt az ám Abtrieb, az pedig a behajtás, tehát ehhez a két időponthoz kötődik nekünk ez a két térzene. Minden évben igyekszünk olyan német nemzetiségi fúvós zenekart hívni, akinek nagyon nagy a repertoárja, ilyen 40 perc, 1 órás koncertet szoktunk szervezni. Ha kicsit kisebb repertoárra rendelkezik a zenekar, akkor kettőt is szoktunk hívni. Tavaly össze volt a Dunaparton, ami egy nagyon nagy sikerű rendezvényünk volt, gondolom a Covid is közben játszott. Az idén, hát minden évben az egyiket Mözsön tartjuk, a másikat pedig a Tolnaváros részben. Most a tavaszi térzene ennek a helye Mözs, és a Lipóti Nemzetiségi Fúvószenekar ad ma egy koncertet. Majd elmesélte, milyen kapcsolatot ápolnak a meghívott lippói nemzetiségi fúvószenekarral, és hogy milyen rendezvények várhatók még a jövőben. Hát 28 tagú a zenekar, ők hagyományosan német nemzetiségi darabokat játszanak.
A kapcsolat pedig onnan jött, hogy a tolnai ifjúsági fúvószenekar tavaly évben ott adott egy koncertet, és gondoltuk, hogy akkor őket visszahívjuk az idén, hogy adjanak ők is itt egy koncertet nálunk. Nagyon reméljük, hogy a járványnak most, hogy vége van, egyre több rendezvényt meg tudunk tartani. Június 11-én lesz a Kerbastrúdl Fesztivál, itt Mözsön, egy kirakodóvásárral, tehát ami újdonság lesz a programban, hogy egy kirakodóvásárral kötjük egybe, és még az őszi térzenét is tervezzük már, illetve még egy negyedik rendezvényünk lesz a Nemzetiségi Nap az idén, ami szintén egy őszi rendezvényünk lesz. Az őszi térzene program Tolnán kerül megrendezésre, de a kikapcsolódni vágyók évközben is számos lehetőség közül választhatnak. Gőzerővel készülnek a nyári valenciai fellépésükre a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar tagjai. A próbákkal jól állnak, egy ekkora csoportnak viszont nem könnyű eljutni a hangszerekkel együtt Spanyolországba. Néhány napja jártunk náluk. Bár nem teljes létszámmal, de folyamatosan próbálnak a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar tagjai. Nyáron ugyanis Valenciába utaznak, ahol egy rangos nemzetközi felkérésnek tesznek eleget. Tutti próbák is vannak, tehát amikor az egész zenekar itt van, illetve csináltunk szólampróbákat is külön-külön a fafúvósokkal, külön részfúvósokkal, tehát ezek folyamatosan zajlanak, ahogy. És akkor szépen így haladunk előre, most már elég jó állapotban vannak a darabok. Pedig a közösség tagjait egyáltalán nem könnyű egy időpontban egy helyszínre vezényelni. Sokan vannak ugyanis. Minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy tudjunk próbálni, még hogyha nem is teljes létszámmal, de minden próba nagyon hasznos, és mindig lehet valamin dolgozni, ami fontos tud lenni. A próbák mellett komoly kihívást jelent még valami, az út megszervezése. Iszonyatosan nagy logisztikai munka zajlik a háttérben, ugye hát meg kell szerveznünk azt, hogy a zenekar hogyan tud eljutni Valenciába. Na most ez repülővel nagyon-nagyon problémás. Annak idején megkérdeztük a repülőtársaságot, hogy például a berlini szimfonikus zenekar hogy repül, és mondták, hogy nekik saját gépük van. Hát most mi még ilyennel nem rendelkezünk, de igyekszünk megoldani ezeket a dolgokat. Hát olyanokat kell megbeszélnünk, hogy ki milyen podgyászt fog feladni, ugye nagy hangszereket nem mindig engedik fel a repülőre, tehát ezt is meg kell beszéljük majd előre. Hogy mindig vannak ilyen apró kis akadályok, meg x-erek, de azért igyekszünk ezeket úgy kezelni, hogy a lehető legkönnyebben túllendüljünk ezeken a feladatokon. Olyan nagyon nagy probléma még hál' Istennek nem adódott, és remélem, hogy most már nem is lesz, hiszen azért 2 éve készülünk erre a versenyre, a vírushelyzet az nem könnyítette meg a munkánkat, úgyhogy most már tényleg nagyon a finishben vagyunk. Jó hír viszont, hogy már biztos az utazás, ez sokáig nem volt így. Valenciába ugyanis már 2 éve készül a zenekar, a járványhelyzet viszont eddig rendre felülírta a terveket. És a szakmai részével igazából nincs is nagy probléma, hanem tényleg a háttérmunka, ami egy kicsit zűrösebb most, hogy tényleg mindenki ráérjen, ugye itt vannak azért kisegítő zenészeik náluk is megszervezni azt, hogy Győrből, Debrecenből hogy tudnak majd idejönni próbálni, tehát hogy ilyen dolgok, amik nehezítik a munkát, de igyekszünk tényleg megoldani mindent. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!